az ünnepi szónoklatokat hallgatva ezeken az ünnepségeken mindenkinek feldereng egykori óvodája, iskolája képe, a rég elfelejtett osztálytársak, osztálykirándulások. Aztán végül felsejlik egy-két elfeledett arc is. Az óvónéni, a tanárbácsi, az osztályfőnök, az igazgató, a pedagógus arca. Azoknak az arca, akik meghatározták életünk első 20 évét és a jövőnket. Ebből is látszik, hogy milyen nehéz mesterségre, milyen életre szóló hivatásra kell felkészítenünk a jövő pedagógusait. Ahogy Klebersberg Kuno intézményünket Szegedre helyező egykori kultuszminiszter mondta egyszer, én a magyar oktatóktól kezdve a kisóvónőn fel az egyetemi tanárig megkövetelek egyet, ne csak tanítsa, hanem szeresse a magyar gyermeket. Miért hozták át ezt az intézményt Szegedre? Az egyik fő célja az volt, hogy a régiónak megfelelő szintű és magasan képzett szakembereket tudjon biztosítani, és mi az, ami ennél fontosabb lehet, mint a tanárság, hiszen Klebersberg számára alapvető volt, hogy a tanárságot, az oktatást, az ország identitásának, lelkének az alapját, azt minél magasabb szinten tudja kialakítani, és létrehozni, és fejleszteni. A legfontosabb dolog és a legnagyobb érték az, amikor a jövőnket újra elő tudjuk állítani, és ez szerintem a tanárokon múlik elsősorban.